Sziasztok, Fruzsi vagyok, Lár, itt már ismeritek, ez pedig itt az új gyertyám, aki nagyon lelkesen, nagyon magasan ég, úgyhogy remélem, hogy nem fog felgyulladni ma az egész könyvespolcom. Minden esetre ma egy kedves kis kózi videóval készültem nektek, egy webtoon ajánlóval. Öt olyan webtoonról szeretnék veletek beszélni, amiket mostanában nagyon sokat olvasok, nagyon-nagyon szeretek. Ugye volt már korábban egy másik webtoon ajánló, amit fel fogok majd linkelni valahova. Ez a webtoon gyakorlatilag egy applikáció, ahol ingyenesen elérhető képregények vannak, amiket általában úgy szerkesztenek meg, hogy folyamatosan görgeted lefelé. Úgyhogy nagyon-nagyon könnyű őket olvasni, nagyon könnyű követni azt, hogy melyik panel után jön, és egyébként tök jó dolgok vannak fönt, úgyhogy abszolút nagyon-nagyon tudom ajánlani, nagyon el lehet benne veszni. Az előző webtoon ajánlóban ajánlottam már kedvenceket, de itt is szeretném elmondani azt, hogy a Heartstoppert el lehet ingyenesen érni a webtoonon, hogy akkor, hogyha olvasnátok a sorozat előtt, vagy azért, mert ezt így bekopogott, akkor itt el lehet érni, és lehet olvasni, és nagyon-nagyon cuki. Illetve ami még tök izgi, és még nem olvastam, de szeretnék majd nekiállni, az a Crown of Feathers, ami egy Young Adult könyv, amiből most nemrég csináltak webtoon változatot, és tök jól néz ki, úgyhogy arra is kíváncsi leszek majd, de egyébként egy csomó Young Adult könyvnek a webtoon feldolgozása fönt van webtoonon, úgyhogy arra is nézzetek rá, hogyha érdekel titeket. És akkor térjünk át az az webtoonra, amit ténylegesen olvastam, nagyon-nagyon szeretek és nagyon tudok ajánlani. Az első az egy ilyen kertvárosi romkom per, hogyha szerettet T.J. Klunt fadosztónak, ez is tetszeni fog típusú webtoon, The Doctors Are Out a címe, és stílszerűen két orvosról szól, akik egy kertvárosi területen laknak. Az egyik egy állatorvos, a másik az pedig egy házi orvos, és nagyon-nagyon hasonló a család nevük, és pont egymás mellett van a klinikájuk, úgyhogy folyamatosan összekeverik őket, meg viccelődnek rajtuk a környékbeliek, ami baromira idegesíti őket, úgyhogy ez egy ilyen kvázi enemies to lovers típusú történet, és amit nagyon szeretek benne, hogy egyrészt a karakterek azok nagyon-nagyon kózik, tehát hogy azért hasonlítom T.J. Klunhoz, mert hogy itt is az van, hogy nagyon komoly témákat hoz föl, de közben megvan az, hogy a karakterek meg az emberek azok alapvetően jó, az emberekkel jó dolgok is történhetnek annak ellenére, hogy vannak nehézségek az életben, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szeretem benne, nagyon divers karakterek vannak benne. Az egyik főszereplőnk az például egy egyedülálló apuka, akinek a kisfiát az ő szülei nevelik, mivel egyedül nem tudja a munkája mellett teljes mértékben ellátni, úgyhogy ő egy ilyen hétvégi egyedülálló apuka, és ebből eléggé sok konfliktusa van, és nagyon szépen van szerintem kezelve a téma, nagyon szépen van kezelve ezen a vonalon a gyász téma is. Illetve a tegnap baráti társaságban is van egy csomó tök érdekes téma, és egy csomó tök érdekes karakter, úgyhogy ez egy nagyon kózi, nagyon kedves olvasmány, amit nagyon tudok ajánlani. A következő az Everything is Fine, ami gyakorlatilag egy horror képregény, és az a nagyon para benne, hogy nagyon cuki a rajstílusa. Gyakorlatilag az egész történet egy kertvárosban játszódik, ebben a modell kertvárosban, ahol mindenhez ugyanúgy néz ki, minden lakó kedves, folyamatosan köszöntök egymásnak, és valamiért mindenkinek egy ilyen nagy állatmaszk van a fején. Ami nagyon bizarr, nem igazán lehet tudni, hogy pontosan mi van, de elég hamar kiderül, hogy megfigyelik őket, és hogy nagyon-nagyon szigorú szabályok szerint kell működniük, de nem igazán tudjuk, hogy miért. Úgyhogy Everything is Fine, minden nagyon kedves, minden nagyon kellemes, nagyon pasztel, az összes szomszéd baromi kedves, és közben borzasztó creepy az, hogy tudod, hogy valami nincsen rendben, valami baromira nincsen rendben. Amúgy van benne egy-két véresebb dolog is, de alapvetően nem egy gore horror, úgyhogy abszolút tudom ajánlani akkor is, hogyha vért nem igazán bírjátok. Viszont volt lenne egyetlen egy rész, ami alatt van aláfestő zene, és ott le kellett vennem a zenét, mert úgy voltam vele, hogy én ezt este nem tudom ezzel a zenével olvasni, mert akkor be fogok szarni, és nem fogok aludni egész éjjel. Úgyhogy nagyon tudom ajánlani. A következő az egy kvázi sellős fantasy, a Castle Swimmer, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek. A történetünk az óceán mélyén játszódik, ahol minden egyes ilyen hal fajnak gyakorlatilag megvan a maga kis királysága, és mindegyikhez kötődik egy-egy profécia arról, hogy mi lesz majd velük a jövőben. Ezeket a proféciákat egyetlen egy karakter köti össze, a főszereplőnk, akinek gyakorlatilag az a végzete, hogy királyságra a királyságra menjen, és mindenkinek a proféciáját beteljesítse. Ami egyrészt egy eléggé magányos feladat, másrészt pedig nem igazán hagy helyet annak, hogy ő mit szeretne, hogy milyen vágyai vannak, hogy mit szeretne a saját életével, mivel folyamatosan mennie kell, és ezeket a proféciákat beteljesíteni. A történetünk elején elvetődik a cápákhoz, azonban az a kínos helyzet,
hogy a celták proféciája szerint a királyságuk csak akkor fog túlélni és megszabadulni mindenfajta szerencsétlenségtől és balesettől, ami folyamatosan sújtja őket, hogyha ezt a kiválasztottat feláldozzák és megölik. Úgyhogy innen indul el a sztorink, és gyakorlatilag az egyik főhősünk ugye ez a kiválasztott, a másik az pedig a cápa herceg, és van itt egy nagyon-nagyon kedves, nagyon-nagyon kózi, nagyon-nagyon-nagyon lassan épülő romantikus szálunk. Amikor azt mondom, hogy lassan épül, akkor azt úgy értem, hogy lassan. Lassan épül. Nem tudok lassított felvételben beszélni, de hogy szuper lassan épül, viszont nagyon-nagyon tetszik az egész világ felépítése, az, hogy a különböző fajta tengeri élőlényeknek milyen közösségeik vannak, nagyon-nagyon érdekes karakterek vannak benne, és alapvetően ez a kidönti el, hogy miért kell élned, kidönti el, hogy merre felé halad a te történeted, az szerintem egy tök érdekes koncepció, és mind a két főszereplőnknek a szállán följön. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem ezt a sorozatot, nincsen még befejezve, de eléggé messze van már ahhoz, hogy úgy rendesen lehessen binge-elni. A következő webtoon, amit ajánlani szeretnék, az egy középiskolás krimi. Gyakorlatilag egy kicsit ilyen Scooby Gang hangulata van, tehát, hogy vannak itt rejtélyek, meg vannak itt bűntények, de hogy egy kicsit ilyen viccesebb formában fogja inkább meg, úgyhogy nem kell véresen komolyan venni, hiába kerülnek elő holtestek. Ennek a címe a Garden Club Detective Squad, ami gyakorlatilag egy középiskolás kertészklubról szól, akik miközben a földet próbálják rendbe rakni és valamit ültetni, találnak egy kupac csontot. Illetve nagyon-nagyon gyanús bejegyzéseket a klubnak a naplójában évekkel ezelőttről, úgyhogy elkezdenek nyomozni, hogy mi is történt itt az iskolában. És mindeközben mindenféle tanárnak mindenféle kellemetlen kényes ügyébe beletapicskolnak, úgyhogy az igazgató nem túl lelkes a nyomozásuk miatt. Én nagyon-nagyon élvezem ezt a sorozatot, eszméletlenül vicces. Minden egyes fejezetnek valamilyen szó vicce címe, ami a zöldségekhez kapcsolódik, úgyhogy ilyen jellegű humora van az egésznek, és a szereplők azok eszméletlenül jók. A főszereplőnk az gyakorlatilag egy nagyvárosból költözött ide vidékre, és eldöntötte, hogy tök mindegy, hogy melyik klubba lép be, de ő valamelyik klubnak az elnöke lesz, azért, mert bele kell rakni a portfóliájába, azért, hogy utána egy jobb egyetemre tudjon tovább menni. Úgyhogy ő ez a szuper-szuper rendezett, nagyon-nagyon megbízható, nagyon-nagyon szögletes lány. Van mellette még egy sportolós lány, aki egyedül azért van benne a kertészklubban, mert infinit mennyiségű energiája van, és a rengeteg sportklub után még ráér kertészkedni. Mellette van még egy plusz egy lány is, aki folyamatosan rákrassol mindenkire, ő az egyetlen, aki ténylegesen azért van itt, mert szeretne kertészkedni, és egy ilyen kis cukorbogyó, illetve az utolsó lány a csapatban, az odáig van az okkult dolgokért, úgyhogy ő az, aki ezeket a szellemidézős, nyomozós történeteket szokta csinálni. Úgyhogy látszólag nagyon nem illenek össze, de ennek ellenére nagyon kis kedves barátságuk van, és ezek a nyomozós sztorik pedig tök viccesek, nagyon-nagyon abszurdak tudnak lenni néha, hogy pontosan miért kerültek ide csontok, meg hogy miért tart az egyik tanár döglött egereket a zsebében, meg tehát, hogy ilyen abszurd dolgok vannak benne, de hogy mellette meg nagyon-nagyon viccesen építi föl ezeket a történéseket is, amúgy többre investálva vagyok abba, hogy mi történt évekkel ezelőtt az iskolában, úgyhogy baromi kíváncsi leszek arra, hogy merre fog haladni még a történet. Illetve akkor, hogyha a Shadow and Bone után úgy érzitek, hogy van egy kecske alakú űr a lelketekben, akkor van ebben egy kecske. Tudom ajánlani jó szívvel. Az utolsó webtoon, amiről beszélni szeretnék, az az Always Human, ami egy cozy pastel skifi. Gyakorlatilag ez az egyetlen webtoon ezek közül, ami le van zárva. És annyira kedves, annyira precious, annyira jó érzés olvasni, hogy fú, nagyon-nagyon. Gyakorlatilag ez a történet a közeljövőben játszódik, ahol ez a nanobot technológia, ez már úgy eléggé működik, és ezzel az emberek a külsőjüket is meg tudják változtatni, illetve memóriát tudnak vele bővíteni, mindenféle fel lehet használni. Az egyik főszereplőnk a Sunati, aki teljesen odáig van ezért a technológiáját, illetve gyakorlatilag IT-ben is dolgozik ilyen 3D modellezéssel, meg kiterjesztett valósággal, meg ilyesmikkel foglalkozik. A másik főhősünk az pedig Austin, aki egy olyan betegséggel született, ami miatt ezeket a nanotechnológiákat egyáltalán nem tudja befogadni a szervezeten, nem tudja őket használni, úgyhogy gyakorlatilag úgy kell manővereznie ebben a világban, hogy egy csomó minden az nem elérhető neki. Tehát, hogy már csak azáltal hátrányban van az egyetemen, hogy nem tud úgy kapcsolódni hálózatokhoz, mint a
kortársai. Úgyhogy kettőjükről szól ez a történet, illetve arról, hogy hogyan jönnek össze, hogy hogyan lesz nekik egy párkapcsolatuk. Gyakorlatilag Sunity egy metróállomáson szúrja ki Austent, hogy mennyire fantasztikus ez a lány, mennyire természetes, mennyire nem használja ezeket a nanotechnológiás dolgokat, és utána, hogy elkezdik megismerni egymást egyre jobban, ugye kijön az, hogy milyen előzetes feltételezéseik voltak egymásról, hogy ez mennyiben igaz, mennyiben nem. És egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kis kózi történet, gyakorlatilag az Always Human cím az elvileg onnan jön, hogy teljesen mindegy, hogy mennyit változik a technológia, az emberek mindig emberek maradnak. Úgyhogy ezt így a jó értelemben. Nagyon mindennapi problémákról szól, például a továbbtanulásról, a barátságról, a párkapcsolatról, hogyha valamit nagyon-nagyon szeretnél, de nem elérhető számodra, akkor hogyan keresel magadnak új álmokat, ez mit jelent. Ezeket a problémákat, amennyire lehet reálisan kezeli, tehát, hogy nincsenek csettintésre megoldva dolgok, az embereknek kommunikálnia kell, beszélnie kell, és nem alakul mindig minden a lehető legideálisabban, viszont ezzel együtt van egy nagyon kedves üzenete arról, hogy az emberekben lehet bízni, hogy a világ az lehet egy jó hely, hogy alapvetően vannak kedves emberek közülöttünk, és hogy úgy az ember előbb-utóbb megtalálja a helyét a világban. Úgyhogy én nagyon szerettem ezt a történetet, és ráadásul minden egyes fejezethez van zene írva, úgyhogy egy ilyen nagyon-nagyon kedves, lelassulós, kózi történet, és nagyon szerettem olvasni, és abszolút nagyon-nagyon tudom ajánlani. Akkor, hogyha csak egyet olvastok el ezek közül, akkor ez legyen az Always Human. Szóval ez lett volna ez az 5 webtoon, amit ajánlani szerettem volna. Nyugodtan írjátok meg nekem lent, hogy mit gondoltok róluk, van olyan webtoon, amit szeretnétek olvasni, vagy amit ajánlanátok nekem, és a következő videóban majd találkozunk. Sziasztok!